A tipikusan nyári sporták hívei már nagyon várták, hogy legyen újra háromfordulós strandörplabda torna Szekszárdon, a városi strandfürdőben. Megmaradt a nagy létszám és a szomszédos megyékből való élénk érdeklődés is. Tegyük hozzá gyorsan, a színvonal is legfőképpen a páros kategóriában nőtt. Fontos egyébként, hogy a sportág elterjesztésében segítő háromfős csapatoknak is legyen szereplési lehetősége, ez más tornákon nem jellemző, a szekszárdi tornán viszont igen, mert erre van igény országszerte. A párosoknál már csak olyan páros van, aki tud röplabdázni. A hármasoknál nagyon sok még a hobbista, meg akik csak alkalmanként röplabdáznak, de a párosok mezőnye azok rendszeresen röplabdáznak, és ott elég magas a színvonal. A páros döntő és a két elődöntő is ezen a szabadidős kategóriában magasnak mondható színvonalon zajlott. Sárgában a röplabdás múltú dunaújvárosi páros, szemben velük pedig immáron régi ismerősünk, a szekszárdi posta család révén a városban tartózkodó, itt nyaraló francia-magyar fiúk. Tudjuk róluk, hogy megkedvelték, megszerették ezt a nyári sportágat, a strandröpit. Örültek, hogy megint úgy jött ki a magyarországi vakáció, hogy be tudtak kapcsolódni újra a mérkőzés sorozatba egy forduló erejéig. Egyébként egyedi stílust képviselnek, legyőzőik szerint éppen ezért juthattak el a döntőbe, és olykor nekik is feladták a leckét. Ők nagyon ügyesek voltak, az nehezebb volt nekünk. Az elődöntőben, vagy hát ugye ez egy hármas csoport volt, így a végén az első háromnak az eldöntésére, itt akikkel először játszottunk, vele a második meccset játszottuk, ők egy kicsit fáradtabbak voltak, mert velük izgalmas meccseket szoktunk játszani, a franciák most játszottunk először, ők nagyon ügyesek, és teszik ide-oda a labdát, nem nagyon ütik, ritkán, és nekünk ez így szerencsésebb volt. Nálunk, hogyha lehetne választani, akkor a Laci a blokkoló ember mindenképpen, de az, hogy ki az ütő ember, azt meg a nyitás határozza meg a legtöbbször. Ugye, ha én fogadok, akkor nagy részt én ütök, hogyha a Laci fogad, akkor megpróbáljuk úgy, hogy ő üssön. Ha csak nem közben úgy alakul, akkor a második labdát is meg tudjuk játszani. És akkor ezt így el szoktuk osztani. De ilyen nagyon nagy taktikánk nekünk nincs. Próbáljuk figyelni az ellenfelet, és azt beszéljük meg, hogy akkor mire játszunk, kire nyissunk, hogy menjen ez a dolog. A második forduló győztes dunaújvárosi páros az idén még egyébként alig játszott együtt. Szekszárdon jöttek össze újra, még az első fordulóban. Mi akkor fogtunk először labdát idén, két hete, amikor ide lejöttünk. Úgyhogy az volt nekünk az első tornánk, és majd ezután még lesz egy 2-3, ez volt ugye a második. Úgyhogy nem igazán sikerült gyakorolnunk. Sajnos nálunk a városban nincs strandröplabdapálya, így elég nehéz gyakorolni. És mi örülnénk annak, hogyha minél többen megismernék ezt a játékot, és minél többen játszanak. Itt nagyon lelkes csapat van, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. Már két éve viszik tovább, adják át másoknak a szekszárdi verseny jó hírét. Sajnáljuk, hogy Dunaújvárosban nem igazán van strandröplabda, és így meg szoktuk nézni, hogy az országban merre van, és ez egy remek hely. Tehát tényleg maga a fürdő is, de a szervezés is tökéletes. Tehát mi nagyon örülünk ennek, hogy itt játszhatunk. Én a harmadik alkalommal, Laci már volt több alkalommal itt. Kétszer sikerült nyernünk, most ez a harmadik, úgyhogy nekünk csak jó tapasztalatunk van ezzel, de tényleg szervezésbe, versenytársakkal kapcsolatban mindenkivel remek. A harmadik fordulót augusztus közepén rendezik, a főszervező szeretné, ha ezzel még nem zárulna le Szekszárdon az idén a strandröplabda szezon, terve ugyanis egy szeptemberi sportág hírverő gálamérkőzés idehozatala, amelyen a magyar utánpótlás válogatott tagjait láthatnánk játszani.